Szeretettel üdvözlöm a Programinfo nézőit és hallgatóit. Műsorunk címe Mesél a kávéház, innen a Continent Wine & Caféból jelentkezünk már sokadik alkalommal. A mai vendégem egy nagyon érdekes személy, mert a gimnázium éveim alatt ismertem meg, barátom, az ATV csatorna hangja, illetve maga a vers, és nem utolsó sorban a TV2-n ügyvédet is alakít. Szeretettel üdvözöllek Luther Imre, Dr. Luther Imre, bocsánat. Doktor, nem nagyon használom, és köszöntök minden hallgatót, nézőt, és köszönöm a meghívást. Ugye volt egy felkonferálás, egy konferálás, amiben megbeszéltük, hogy annyi mindent csinálsz, hogy szinte én már nem is tudom követni. És azért hívtalak el, meg ebbe a műsorba, hogy beszélgessünk egy kicsit arról, hogy te milyen vagy, mint ember. Mert sokan ismernek, de talán nem úgy, ahogy én, annó, még gimnáziumból, illetve hát most volt egy nagyon-nagyon jelentős projektetek, egy Guinness rekord, és erről szeretném, hogy egy picit mesélnél nekem. Hát a Guinness rekord az valójában az tényleg egy, hogy mondjam, nagyon jelentős kihívás volt számomra, mert úgy gondoltam, hogy megpróbálok egy olyan dolgot, amit még senki nem próbált a világon. Ettől sikerült igazából nem megdönteni, hanem felállítani valami fajta, hát ha úgy tetszik, egy különleges eseményt vagy dolgot, és ez arról szólt, hogy 24 órán keresztül vállaltam azt, hogy óránként a Guinness rekord szabályait követve, maximum 5 percet pihenve megpróbálok egy tematikus 24 különböző tematikus blokkból álló versmondást felállítani, vagy megmutatni az embereknek. Ennek az egésznek az volt a célja, hogy a verset közelebb hozzuk mindazokhoz, akik kedvelik, és azokhoz is, akik egyébként ilyen módon még nem ismerik a verseket. És az nagyon jó érzés volt, mert ugye ennek az volt a címe, hogy a vers 50 árnyalata, amiben én 24 színt szolgáltattam a 24 órán keresztül, további 24 különböző színt hozott az a 24 ember, akit én fölkértem, ismert barátok, művészek, élsportolók, humoristák voltak, akik az óra utolsó 5 percében vállalták, hogy a folyamatosságot biztosítva nézőknek egy-egy 5 percet megtöltenek verssel, hogy ők elsőre vállaltak első szóra, és gyakorlatilag ők voltak a második 24 színe ennek az 50 árnyalatnak, és volt egy József Attila, és volt egy Adi Endre, ami elindította, illetve lezárt ezt a bizonyos 24 óra, egészen pontosan 24 óra, 2,5 percnyi folyamatos versmondást, amiben több mint 2000 néző vett részt a Fészek Művészklubban, ami ugye egyébként is legendás, hiszen Latinovicsok, Mensárosok álltak ott színpadra, és mutatták meg azt, hogy mi a magyar, egyébként hungarikumnak nevezhető szavaló művészet, amiből ma már ugye az egyszerűbb versmondás vagy versszínház fölé tendál a világ. De lényeg az, hogy nagyon sok ember kíváncsi volt, és nagyon örülök annak, hogy rengeteg ember felfedezi ezekben a versekben a saját életét, a saját sztoriait. Tehát, hogy nagyon sok katartikus pillanat volt azok számára is, akik mondjuk 5-10 percre jöttek el, valóban beugrottak egy versen, mint ahogy az esemény mottója szólt, vagy ott ültek több órán keresztül, vagy visszatérő vendégként jöttek és hallgattak bele a különböző tematikus blokkokba. Szóval jó volt ez így 100-120 költőnek a különböző, majdnem 780 versét felolvasni, elmondani, nem utolsó sorban, és előadni, mert ugye ez nem arról szólt, hogy leülök és a verseket olvasok, hanem hogy úgy interpretálom, úgy próbálom tolmácsolni ezeket, hogy mindenki számára érezhető, érzékelhető és felfogható dolgokról szülessen egy-egy nagyon-nagyon fontos emlék vagy élmény. Ezt jó, hogy említetted, hogy felfogható és mindenki számára értelmezhető, élvezhető legyen. Mert megmondom őszintén, és erről már beszélgettünk így a beszélgetés előkészítésénél, amikor a kávékat, illetve egész pontosan a melanzsunkat megkaptuk, hogy Magyarországon egy picit úgy érzem, legalábbis én, hogy a verseket, azokat így iskolai tananyagként oktatják, és nem azért olvassuk, mert szeretjük őket. És ezen gondolom, az a cél, hogy változtassunk, és ezért is mondtam azt, hogy te vagy a versmaga, mert nektek van egy ilyen kezdeményezésetek. Ugye alapvetően a Magyar Versmondók Egyesület, amely most már több mint 27 éve létezik egészen pontosan, rendszerváltoztatás során első között létrejött társadalmi szakmai szervezetek egyike, ennek vagyok én ügyvezető elnöke. Itt van egy nagyon jó szakmai csapat, amely azon dolgozik valóban, hogy az egyébként memoriterként használt, vagy nagyon sok esetben a kötelező irodalmat, kötelező műveltséget megmutatni szándékozó pedagógusok mellett bekapcsolódjanak azok az emberek a vers népszerűsítésébe, akik valamit jelentenek a közönségnek.
legyen szó szakmai szakemberekről, tehát nem tudom, előadó művészekről, színészekről, rendezőkről, drámapedagógusokról, dramaturgokról, és sorolhatnám, vagy legyen szó olyan emberekről, akik ismertek, de nem feltétlenül erről az oldalukról. Tehát megint csak sportolókat, humoristákat, vagy bármely más társművészeti ágnak a képviselő táncművészeket, zenészeket említhetnék, vagy filmeseket. A lényeg az, hogy megpróbáljuk, mondom, az emberekhez közelíteni a verseket. Ez csak úgy történhet, és jó az, hogyha van valóban a hétköznapokban egy olyan fórum, mint az iskola, ahol az ember egyáltalán találkozik elsőként a versekkel, mert nagyon sok esetben nem a családodnak a bölcsője sajnos. De az nagyon nem mindegy, hogy hogyan találkozik vele. Tehát megutáltatják-e vele magát azt a verset, amiről az lesz az egyetlen képe, hogy ez valami rímes helyett, valami rémes micsoda, amit tudnunk kell, meg kell tanulnunk, de igazából semmi közöm ahhoz, hogy ez micsoda, mert meg kell fejtenem, mire gondolt a költő, aki egyáltalán ki volt, ahelyett, hogy megérezni, hogy a versekben mi életünk van benne. Tehát, hogy a költő az az ember, aki meg tudja írni azt, amit mi és ő ugyanúgy megélünk. Magyarul ugyanúgy születik és meg fog halni. Ugyanúgy beleesik a szerelembe, ugyanúgy csalódik benne, ugyanúgy ki fog ábrándulni. Ugyanúgy vannak szülei, akivel van egy viszonya. Mozog közötte, vagy körülött a társadalom, és is mozog egy adott közegben, amihez viszonya van, ezt a fajta viszonyt meg kell fejteni, el kell mondja. Nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ő is lehet részeg, és lehet szemét másokkal, lehet éppen boldog, felhőtlen, vagy éppen szomorú, és megélhet tragédiákat. Pont ugyanúgy, mint ahogy mi tesszük. Csak a különbség az, hogy ő meg tudja írni. És hogyha mi magunk vesszük a fáradtságot, hogy olyan fajta versorokat emeljünk magunkhoz, ami én azt gondolom, hogy egy hétköznapi ember, aki nem az irodalomban él, nem az a kenyere, hogy egyáltalán a szavakkal mesterfokon tudjon, vagy művészien bánni, akkor nem fogja tudni azt, hogy számára meg tudja fogalmazni akár egy Csóri Sándor, egy Ratkó József, egy Buda Ferenc, Bella István, illetve viszonylag úgy keletű kortárs költőket mondok, akár élő, akár nem élő költőket, akik nem biztos, hogy ismertek feltétlenül a mai átlagember számára, aki nem, mondom, nem az irodalommal táplálkozik elsősorban, tehát őket hívom most ebben a közben átlagembereknek. Tehát, hogy ezeknek az embereknek is meg tudjuk mutatni azt, hogy ez a költészet, ez élő, és hogy az ő életük van benne, az ő sztoriaik, az ő történeteik az, amiről szól ez. De ez a mi feladatunk, és ez nem is kevés, ahogy klasszikusokat lehetne idézni. Az viszont a segítségünkre van, hogy sokan mondják, hogy a Facebook, az Instagram, tehát a közösségi média, az új keletű technikai eszközök, a műszak, az nem feltétlenül segíti az embert abban, hogy elmélyedjen egyébkénti irodalmi hasznos dolgokban. Én azt gondolom, hogy amikor egymásnak küldözgetünk 160 karakterben üzeneteket születésnapra, nem tudom, szerelmi évfordulóra, házassági évfordulóra, anyák napjára, húsvétre, karácsonyra, több mindegy mire, vagy szilveszterre, akkor ezeket lehet jól is használni, és egyébként nekem van is egy ilyen fajta ambícióm, hogy megmutassam az embereknek, hogy mi az igazi közhely, és hogy ahelyett a 160 karakter helyett, a digitális szemét helyett tudjunk valódi értéket produkálni egymásnak, hogyha Tóth Árpád el tudja mondani, hogy mi a lélektől lélekig. Vagy Ady Endre meg tudja mutatni azt, hogy milyen az elbocsátó szép üzenet, aminél szemetebb, szakítást az ember el se tud képzelni. Vagy Szabó Lőrinc Semmiért egészen című versében, hogy tudja eltaszítani maguktól a nőket, a férfi. Tehát, hogy ezeket meg lehet így is fogalmazni, és lehet bocsánatot kérni úgy, ahogy Ady Endre az áldásadás a vonatomban tette. Ezek olyan dolgok, amiket én magam, vagy azok az emberek, akik egymásnak hétköznapokban küldözgetnek valamit, nem tudják így megfogalmazni, és nem lesz az a fajta kommunikációs szakember, vagy etalon, akit ma ismerünk, vagy nem lesz az a kiválóan edző, nem tudom, fogyasztó tréner, vagy nem lesz az az ember, aki úgy gondolja magáról, hogy hivatását tekintve kiváló költő, de magánkiadásban kiválóan terjednek a versei, egyébként meg soha nem fog felmaradni. Tehát, hogy a közhelyektől el tudjuk különíteni a valódi, az értékes irodalmat, és higgyük el, hogy ez rólunk fog szólni. Tehát ma, ha előveszünk egy József Attila verset, hirtelen mindenkinek vagy a Mama, vagy a Dunánál, vagy a hasonlóan nagy volumenű versek jutnak az eszébe, vagy Róda, de közben, ha azt mondom, hogy olyan bolond vagy, szaladsz akár a reggeli szél, még előtt valamelyik autó, ezt József Attila írta. Több mint 90 éve, 100 éve, bocsánat, több mint 100 éve. Vagy sorolhat, de Karinthy Frigyes 1911-ben írta meg a Nihil című versét, amiben azt mondja, hogy utoljára még elmentem volt szeretőmhez, és beszélgettem vele a lépcsőházban. Bementünk, mert kint nagyon fújt a szél, és kemény csöppek estek. Végleg elbúcsúztunk. Már nem szeretem. És elmondja azt, hogy művészet az, amit az ember gondol. És ha nem gondol semmit, az is művészet. És hogy csak érez valamit,
az is művészet, és ha neked nem, hát nekem. És ha neked ez nem képez művészet, a kedves Ernő, Osváth Ernőre gondolva, tudod mit, akkor nem művészet, de ha ez nem művészet, akkor nem is kell a művészet, mert az a fontos, hogy az emberek figyeljenek, és hogy jól érezzék magukat. Szóval ezt így meg tudta fogalmazni 1906-ban, 11-ben egy költő, majd utána jöttek ezek a bizonyos József Attila strófák, meg azok a nagyon-nagyon mély Radnóti gondolatok, amikor azt mondjuk, hogy úgy hiányzol, hogy közben szeretném, hogy hitvesem legyél, de túl vagy három vad határon, ezeket nem lehet megfogalmazni kommunikációs szakembereket. Vegyük észre. És különítsük el, hogy mi az, ami általunk másoknak igazán lélektől lélekig tud szólni. Szóval ezt szeretném még megmutatni az embereknek, és most erre az úton léptünk éppen. Ne szaladjunk ennyire előre, erre még visszatérünk, egy picit visszacsatolni neked a múltadra. Ugye a Zrínyi Ilona gimnáziumban jártál, és ott kerültél kapcsolatba a költészettel. Uh-huh. Gönczi Ági nénihez is jártál, azt hiszem, drámára. Így van. Igen, volt egy irodalmi szalom, amit együtt csináltunk, de nem ott kerültem egyébként kapcsolatba vele, mert hát, nekem hál' Istennek nagyon jó családi hátterem van, ami azt jelenti, hogy az édesanyám például, aki történelem tanár, pedagógus, ő például alapvetően nagyon szereti a verseket, és ő nagyon sokat olvasott, meg mondott nekem. Miközben a nagymamám ugye a népmeséket, népdalokat mondta, meg tanította. Nem, tehát valahol ez már hogy a családban, akár óvodáskorban is megjelent. Hát zenét tanulni is úgy kezdtem, hogy óvodás voltam még, amikor elkezdtem szolfés tanulni, majd zongorázni. Tehát amikor én már az Zrínyibe kerültem, akkor már a Móricz Zsigmond Színházzal, vagy a színház mellett különböző színi tanodákkal, Berki Antallal, Fábián Gervékkel csináltunk Légy jó, mint haláritól, a Piros Bugyelláriszon át, a Maharadzsáig jó néhány darabot itt a Soslói Múzeumfaluban, mentünk külföldi turnékra, mutattunk meg az ország különböző pontjain, és hát azt gondolom, hogy akkor már volt egyfajta némiképp rutin is, meg az ember egy olyan fajta tapasztalat, amivel azt tudtam mondani, hogy én akarom ezt csinálni, vagy sem. Tehát én úgy jöttem ide az Zrínyibe, hogy igen, én versekkel és zenével szeretném foglalkozni. Ebben egyébként az akkor még Webber néven működő kórus nagyon-nagyon sokat nyomott alatba, mert hogy én konkrétan emiatt mentem az Zrínyibe. Tehát volt egy olyan fajta szabad légkör az Zrínyinek, ami én azt gondolom, hogy semmilyen másik nyíregyházi iskola nem tudott megadni. Nyilván van a Nyíregyházán kívül, én nem gondolkodtam másik iskolában, mert ilyen, itt éltem, itt voltak a szüleim, mai napig nagyon nehéz azt megszoklom, hogyha nincsenek mellettem. Tehát ez nekem egy nagyon, nagyon nehéz lett volna, hogy egy olyan váltásom is lett volna értelme. A lényeg az, hogy amikor én ide kerültem, akkor viszont nagyon sokat segített az, hogy folytonossá vált az irodalmi közeg, és jött ugye a Webber, majd UN Kor, majd Zixingers névre keresztelt kórus, amit Báhidéni Maróti Magdi nénivel csináltunk közösen. Én nagyon szerettem ezt, de akkor, amikor ide jöttem a Zrínyibe, akkor én még nem jelentkeztem a kórusba. Tehát úgy gondoltam, hogy teljen egy kis idő, nézzem meg, hogy ők mit csinálnak, bebejár a próbákra, és majd akkor felvételizek, de nem hagyott békén Magdi néni, és aztán lettem ott kórustag, majd énekeltem, zongoráztam, konferáltam, tehát mikor mit, meg aztán folyamatában is, és én azt gondolom, az életemnek egyik legszebb szakaszán sikerült az Zrínyivel megélnem, tehát a Nyíregyházának egyébként is nagyon sokat köszönhetek, művészeti téren is, de hát nyilvánvalóan az emberben, hogy magánéletileg is nagyon-nagyon sokat jelentett az, amit ott megéltem. Az emberek, az iskola, a szabadság, a zene, az irodalom, minden, amit ott kaptam. Egyébként jó, hogy mondod, hogy Magdi néni téged is noszogatott, hogy légy be, engem is, csak valami jognál fogva neked. Látod, mikor azt mondja, és most próbálod meg ezeket. Igen, most próbálom meg visszahozni. Valamilyen szinten azért mondjuk el, hogy hamarosan lesz egy fellépés. Pontosabban június 8-án lesz egy fellépés, és azon te is ott leszel. Én is ott leszek. Egy kicsit másképpen leszek ott, mint te. De ugye a színpadon, én meg a színpad előtt. Mind a kettő nagyon fontos. Mind a kettő nagyon fontos, igen. Utána jöttek az egyetemi évek, elkerültél Budapestre, és ott is maradtál. Mi tartott ott? Hát először is Miskolcra kerültem, tehát Miskolcra, én az állami és jogtudományi karra felvételiztem. Ez a szüleim nagy álma volt, hogy minden jóra való polgári családból származó gyereknek át kell azt élnie, amikor a szülei óvják attól, hogy művészi pályára lépjen, mert hogyha művész lesz, akkor nem lesz biztos megélhetése. Ugye ez egy nagyon-nagyon nagy érdekű dolog. Nem lesz fiam pénzed. Így van, pontosan. Én elvégeztem a jogi egyetemet, rájuk való tekintette, de amikor elkezdtem végezni, fogalmam nem volt, hogy miről szól a jogi egyetem. Nyilván az eszem, a gondolkodásmódom az valamelyes meg volt hozzá, és érdekelt is, de hogy minek kell megtanulni törvénykönyveket, az fogalmam nem volt, és nem is értem a mai napig, hogy miért erről szól valakinek a jogi egyetem. Inkább az a fajta gondolkodásmód volt nagyon érdekes, ahogyan, vagy amilyen pályára tudta az embert állítani ezt. Tehát, hogy mai napig
keresek okokozati összefüggéseket, amiket nagyon sokan nem keresnek az életben. Mindig figyelem azt, hogyha valamibe belevágok, hogy mi lehet a végeredménye. És hogy annak vannak-e logikai vagy jogi buktatói. Tehát például, hogy nem csak szerződés, hogy költ az ember, de hogy egyébként milyen fajta folyamatokba megyek bele. Ez egy nagyon fontos globális gondolkodást kíván, amit egyébként a jogi egyetem meg tud erősíteni, és nagyon át is tud alakítani. És ez velem is így történt. Egyébként én hálás vagyok az életem, mert a jogi egyetemen is ezért szerettem meg, én együtt dolgozhattam, vagy együtt tanulhattam olyan emberekkel, akik ma már nagyon-nagyon fontos jogi pozíciókban foglalnak helyet, ami azt jelenti, hogy meghatározó emberek lesznek a magyar jogtörténet vagy jogeredet szempontjából, másrészt pedig olyan emberek tanítottak, akik az Alkotmánybíróság későbbi elnökei voltak, vagy éppen akkor is, mert Holló András már akkor is elnök volt, és én ezekből a tárgyakból náluk ötösre vagy jelesre vizsgáztam. Tehát ez egy jó pont volt. Elvégeztem, meg lett a doktori cím, amikor meg lett egyébként, fölhívtam apukámat telefonon, nekem nehéz volt az államvizsga, mert hogy közben már én a Színházi Filmművészeti Egyetemen, ugye előadó művészként is próbáltam megállni a helyemet, és soha nem felejtem el, hogy amikor az egyetemen voltunk, akkor engem büntetőjogból is, meg közigazgatási alkotmányjogból is először eltanácsoltak, ugye két utóvizsgát kellett, hogy elvégezzek vagy abszolváljak ahhoz, hogy tudjak tovább menni, vagy bekapasson a diplomámat, és nem volt könnyű, pláne, hogy ez két egymás követő napon volt, és volt két hetem, hogy újra felkészüljek ezekre. És a büntetőjogi akkori egyébkénti tanár vagy tanszékvezető lett később a jogi dékán, de akkor volt a jogi könyvtárnak az alapítása is, amire felkértek verset mondani. És Vörös Valdi Mihály gondolatok a könyvtárban című verset mondtam el, amire a végén, fogadásnál a lendő dékán megköszönte az én versmondásomat, és azt mondta, hogy ő tényleg nagyon szeretné, hogyha az egyetem után visszatudnék járni, és amikor lehet, akkor mondanék verset, amire én mondtam is, hogy nagyon büszke lennék rá. Ennek egyetlen akadálya van, hogy ahhoz a büntetőjogi vizsgámat abszolválni kéne, amin éppen a tisztelt lendő dékán úr hasonlított engem el. Tehát ha ezen túl leszek, és ebben ő is segítségemre lesz, akkor természetesen visszajövök, de ahhoz el kell menjek először. Aztán sikerült abszolválnom mind a két vizsgámat, 4-es, 5-ös, és amikor mindez megtörtént, akkor felhívtam a mobiltelefonon apukámat, akkor jött neki még az első mobiltelefonok, nála már volt egy, és fölvette, hogy mondja kisfiam, és annyit mondtam neki, dr. Luther Imre. És az édesapám elérzékenyült, és bontott egy pezsgőt, és ez a mai napig így van, hogy azon a napon, amikor én ezt ebben az órában kijelentettem, ő aznap pezsgőt bont, és megünnepli. Úgyhogy ez egy jó sikerült történet volt, de közben már persze Budapesten jártam, a Színházi és Művészeti Egyetemen is, meg aztán később az Eszterházy Károly Főiskolán is, komi főiskola volt, próbáltam tovább tanulni, posztgraduális képzéseken vettem részt, így sikerült, hogy végül is 4 diplomám lett, van a jogi diploma, az előadó művész, az újságíró és a drámapedagógus, úgyhogy ezt a 4-et sikerült így beszereznem, és minden 4 segít abban, hogy az legyek, aki vagyok, tök mindegy, hogy éppen televíziót csinálok, hogy éppen fesztivál szervezek, vagy előadó művészeti tevékenységet folytatok, vagy éppen versrekordot csinálok, tehát bármi legyen az. Amikor eldöntötted, hogy ezeket a diplomákat, végzettségeket abszolválod, megszerzed, magadévá teszed, akkor ebben volt valami szándékosság, vagy csak egyszerűen az élet elét gördítette ezeket a lehetőségeket, amelyre azt mondtad, hogy oké, hát akkor ezt megszerzem. Ez mind tudatos volt, tehát ezekkel mindegyikkel szerettem volna foglalkozni. Amikor én elvégeztem a jogi egyetemet Miskolcon, akkor én még egy évig, pedig akkor már megvolt a lakásom Budapesten, de egy évig én Miskolcon maradtam, mert ott a Magyar Televíziónak a regionális vagy körzeti stúdiójában szerettem volna megtanulni a televíziós szakmát. Ami azért nagyon fontos, mert az ember, és ezt a mai napig vallom Fiderikus Sándorral együtt, akivel ugye együtt dolgoztunk jó ideig, hogy az ember nem kísérletezhet a nézőkben, ez igaz a színházra is. Tehát, hogyha valamit szeretnék megmutatni, akkor azt olyan állapotban, olyan fokon mutassam meg, amikor már nem a műhely munka része. Amikor már tudom azt, hogy mit tudok, és ez a nagy közönség előtt nem lehet. Erre kiváló kísérleti műhely volt, ha úgy tetszik, a Miskolci Regionális Stúdió, tehát ott maradtam még egy vagy másfél évig, és addig nagyon-nagyon sok mindent megtanultam a szakmáról, utána mentem az MTV-be, majd kerültem át a TV2-höz, ott lehúztam 4 évet, onnan átment a Friderikus Sándorra dolgoztunk másfél évig, utána az ATV-ben, aztán onnan átmentem a Viaszat 3-hoz, ott lettem produkciós főszerkesztő, kreatív igazgató, programigazgató, mi egymás. És amikor azt befejeztem, akkor mentem át az Origo éppen akkor induló csatornájához, az Ozan Networkhöz, azt állítottuk képernyőre, annak program főszerkesztője voltam, és aztán a saját cégemmel készítettünk, gyártottunk műsorokat, ma meg ugye az ATV-nek, az ATV Spiritnek vagy a csatorna hangja, emellett is van még jó néhány olyan műsor, amelyet szinkronizálok, narrálok, vagy éppen együtt készítünk el a műsorgyártó cégekkel, de hogy alapvetően azért azt tudni kell, hogy mondom nekem, ez az út, ez nem volt egy nagyon egyenes út, hanem minden egyes dolgot lépcsőről lépcsőre megharcoltam,
végigvittem, figyeltem, próbáltam újszerű, innovatív lenni, és ha kellett, akkor viszonylag időben álltam föl. Így történt például, amikor a Miskolci regionális MTV stúdióból úgy álltam föl, hogy vittem magammal a széket is, és Hadiende Ortobágy Poétány című versét mondtam el az éppen ott ülő szerkesztő kollégáknak, mondván, hogy igen, ebben az országban sok mindenki van, aki érti azt, amiről kéne, hogy szóljon egy társadalom vagy egy kultúráltság, de nem mindenki tartozik ebbe a sorba, én viszont nem fogok káromkodni és fütyörészni, hanem megyek és viszem tovább, és keresem a saját magam útját. Ez így is történt, és azt gondolom, hogy mindig akkor váltotta, amikor szükség volt arra, hogy menjek tovább. Hát nem egyszerű a váltás, nekem is, mögöttem is számos váltás van, és hát mindig időben kell, mert egyébként aztán az ember nem érzi jól magát. Az elmondott végzettségeid közül melyiket szereted a legjobban? Melyikre vagy nagyon büszke, amire megharcoltál többet, mint az átlag, vagy valami oknál fogva speciális számodra? Mindegyiket szeretem, nincs ilyen. A legtöbbet nyilván a jogi egyetemen kellett, hogy hát nem is harcolj, de küzdjek érte, mert egyrészt sok mindent csináltam egyszerre, amit általában az ember az egyetemista éveire úgy emlékszik vissza, hogy na ez volt az, ami a legfelhőtlenebb, a legszórakoztatóbb, legbulizósabb évek vagy hónapok voltak. Nekem ez nem feltétlenül így történt, tehát én másodéves koromtól kezdve akkor alapítottuk meg az Észak-Kelet-Magyarországi Regionális Versmondó Egyesületet, akkor indult útjára később nemzetközi vivált Kaleidoszkóp versfesztiválokon, még versnapok néven csináltuk a Bolyai Kulturális és Sportnapokat, a Kaleidoszkóp könyvsorozatot indítottuk el, amiből már ma ugye nagy nevű költő Bán Oliver, Nagycsupa, Debreceni Boglárka és sorolhatnám, kik jöttek ki. Tehát, hogy valóban úgy működött az egész, hogy az ember közben hét nappal lát éve dolgozott, de engem ez tett boldoggá akkor is. Tehát tudtam, hogy mit szeretnék elérni, tudtam, hogy voltak olyan projekt célok, amiket az ember megvalósítani vágyik, és hogy olyan legyen, ami nem volt még. Tehát annak nincs értelme, hogy 25. olyan dolgot csináljunk meg, amit más is csinál, meg amiben egyébként is van lehetőség az embereknek bekapcsolódni, hanem hogy olyan legyen, amiben szívesen jönnek, mert új, de őket kiegészíti, többletet ad, pluszt ad az ő életükbe. Mindig ez volt az elsődleges, és semmiért volt nehéz, hogy közben ott is helytálljak, és arra is figyeljek, hogy közben tanulni kell, meg menni a vizsgákra, tehát azért ez nem volt egy leányállam ilyen szempontból, de nagyon szeretem, hogy elvégeztem, és nagyon büszke vagyok rá, tehát mondhatja bárki, hogy persze bárki elvégezted egy jogi egyetemet, de azért mégsem végzi el bárki, ez az egyik. A másik pedig, hogy így, meg ilyen módon, hogy közben az ember úgy tudjon olyat alkotni, az, hogy engem mai napig visszahívnak a Miskolci Egyetemre előadást tartani, és megmutatni azt, hogy egyébként a jogi egyetem nem csak arra való, hogy valaki ügyvéd, bíró, vagy adott esetben közjegyző, vagy ügyész legyen, hanem arra is, hogy más szakmák felé tudjunk nyitni, és ehhez jó eszköztárat tud biztosítani a háttérben egy jogi vagy államtudományi ismerettár. És valóban így van, és elmegyek, és elmondom azt a leendő, vagy a jog iránt érteklődő leendő hallgatóknak, hogy lehet ebből más is, csak merjék megvalósítani az álmaikat, de csak akkor, amikor már készen állnak arra, és fölfegyverkeztek azzal az eszköztárral, vagy tudással, ami szükséges mindenhez. És visszahív az egyetem, és büszke rám, és posztolja, hogy mi van velem, és díszelőadásra hív, és nem tudom, díszpolgárával. Tehát hogy jó érzés az, hogy visszahívják az embert. Ugyanígy jó érzés nyilvánvalóan, amikor egy Nyíregyházi Zrínyi Gimnázium is büszke arra, amit csinálok, és akkor megosztja a Facebookon azt a posztot, ami arról szól, hogy minél több emberhez jusson el az, amit én képviselek. Tehát az a fajta értékrend legyen mások számára is fontos. Tehát jó ez, hogy így tud működni. Én büszke vagyok mind a Nyíregyházi, mind a Miskolci, mind a budapesti iskoláira ilyen téren. Többször tér vissza a beszélgetés során, hogy szeretnék közelebb juttatni az emberekhez azt, hogy a vers az róluk szól, az ő életükről és senki máséről. Költő ezt csak művészi formában versbe öntötte. Úgy tudom, hogy készültök most egy nagyszabású produkcióval, amelynek a tervezése, előkészülete van folyamatban, és azt mondtad, hogy ezt mesélné nekem egy kicsit. Igen, de még csak nagyon alapjaiban van kész, egyébként ősszel fog beindulni. Ez egy online televíziós sorozat lesz, ami még az alcímét tudom csak, de azt is félve mondom, ennek az lesz a címe, az alcíme, hogy Rímes Valóság. Ez egy kicsit valóságszószerű, tehát egy reality sorozat lesz, amelynek minden egyes epizódjában egy-egy ismert emberrel fogunk együtt dolgozni, és megmutatni a verseknek, az ő kedvenc verseiknek az élettörténetét. Tehát arról szól, hogy ha elmegyek egy emberhez, akkor ő mit gondol egy adott versről. Ennek az előkészületei folynak, többet azért nem árulnék el, mert ennek a dramaturgiai részei egyrészt kidolgozás alatt állnak, másrészt pedig még teszteljük majd, hogy ez hogyan hat, és milyen dramaturgiai fordulópontokat kell közbeiktatni televíziós vagy filmes szakmai szempontból, hogy az jól megállja a helyét. De jól folynak az előkészületek, a műsor le van
védve, innen üzenem mindazoknak, akiket az érdekel, hogy ne próbálkozzanak hasonlóban, mert hogy ez egyébként már védett, és nagyon szeretném ezt valóban hitelesen és őszintén képviselni, úgy, hogy közben észrevegyék azt az emberek, hogy ez szórakoztató, és ne vegyék azt észre, hogy ez vers. Mert mindenek ez a lényege. Tehát az ember elmegy úgy megy el színházba, hogy közben visszajog tőle, mert úristen, ez nem film, és ott igen, úgy szép ruhába kell öltözni, és le kell ülni, és figyelni kell, és csöndbe kell, majdnem lehet köhögni, és majd megint lesz valami nagyon elvont, vagy obszén, vagy nem tudom, tudományosnak tűnő angol társalgási darab, amit meg kell nézni, és megint ha 90 percen keresztül halkan kell, hogy horkoljak, akkor ez nem fog működni. De ha azt mondjuk neki, hogy figyelj, tekints alatt, hogy ez színház, nem mondjuk el, csak ülj be, van egy állati jó film, de élőben játsszák, nézd meg. És akkor hogy gondolkodik vajon arról, amilyen történetek működnek benne? Vajon felfedezi-e ő saját magát abban az élettörténetben, amit például is a versre térek vissza, mondjuk adott esetben Rakoszki Zsuzsa korunk egyik legjobb költője, megír mondjuk egy Négy sor után című versben. Amikor, és ez is egy szabad vers forma, amit Karinti Frigyes talált ki, hogy kísérletezett ki a nyugat-európai költészet nyomán, vagy annak nyomdokain, hogy arról szól, hogy ha haza megy-e a férj, vagy nem megy haza, aki egyébként nem foglalkozik a feleségével, iszik, és mindig neki van igaza, és agresszív, és így tovább. Egy klasszikus, mai 21. századi, nagyon sok esetben klasszikus családi történet, ami borzasztó véggel is fejeződhet be. De a vers az egy pillanatot örökít meg, vagy ebből néhány percet, ha úgy tetszik, amíg a barátnőjével ott ül ez a bizonyos főszereplő, aki belső monológként elmondja ezt a dolgot. És arról szól, hogy figyelj, ezért megint nem általán már, amikor hazajött az este, és elkezdi ez, és tudod, mi azt sem bírom elviselni, és hazajön, és igen, hopp, várjál, 3 óra, lehet, hogy menned kéne, mert mindjárt jön, és nem szereti a bendohányzók a lakásban. Tehát, hogy visszatér ugyanúgy az életéhez, ami egyébként, amiről panaszkodott, és amit egyetlen embernek a barátnő, a legjobb barátnőnek tudott elmondani. Hány ilyen család van ma? Rengeteg. Hogyha ők felfedezik ezt a dolgot a saját életükben, hogy valaki ezt megírta, ha csak annyi hatása vagy ereje van a költészetnek, hogy eljutatja hozzá, hogy nem vagytok egyedül. Hogy ezt megírta valaki, aki ugyanezt meg tudta élni, vagy látta és megírta. Hogy erről tudtok ti beszélni, ha kell. Igen. Akkor már megérte, és akkor már nem arról szól a vers, hogy talpra magyar híja haza, aminek megint csak van jelentősége, de nem úgy, hogy ők gondolják. Vagy hogyha ha azt mondom, hogy úgy vagyok, mint a gazdag, aki bár van kulcsa, elzárt kincse rejtekébe örvendezni túl gyakran mégse jár. Hogy ne kopik a ritka gyönyörére. Gyönyörű szavak kevésbé fog közel állni nem megfelelő hangsúlyal, hanglejtésekkel vagy tolmácsolással a mai ember közegéhez, hiszen William Shakespeare írta és Szabó Lőrinc fordított, tehát jó régen túl vagyunk ezen. De lesznek olyan sorok, amelyek ma is ütnek, mint amikor Szabó Lőrinc azt mondja, hogy mint lámpa, ha lecsavarom, ne élj, mikor nem akarom, mondja a nőnek. Tehát elképesztően nagy csapások tudna történni, csak meg kell találni megfelelő sorokat. Egyébként visszatérve a Shakespearehez, amit elmondtál az előbb, azért ennek van értelme, méghozzá a mai életre, és mert sokan azt hiszik, hogy a gazdag ember, akinek sok pénze van, mondjuk egy Bill Gates, vagy akár egy Steve Jobsot is mondhatnám, de már ugye nem él, neki hiába van tengernyi vagyona, nem tudja mobilizálni. Ezt még csak azok értik, akik egy kicsit a közgazdaságtanban benne vannak, hogy az, aki ott eszköz, befektetett eszköz, neki arnyira becsülik a vagyonát, ha mindent eladna, de nem adja el. Tehát ő is jó, hát jobban él, mint mások, nyilván, de hát azért ez zárva van. És nem biztos, hogy azt élvezni fogja, amikor oda kerül a sor. Hát ennek azért van értelme, és én ezért szeretem a verseket, mert kicsit túlmutatnak a hétköznapi gondolkodás bizonyos, hát úgy mondjuk sztereotípiáin, hogy akkor biztos azért meggazdag, akkor minden pénzét el tudja költeni, tehát ez nem. Van filozófiai verseknek, de egyiket tényleg az a legfontosabb, hogy Szabó Éva mondta, aki kiváló költő volt, 12-13 évvel ezelőtt hunyt el, a Magyar Rádiónak volt egyébként szerkesztő műsorvezetője, aki Szög és Kereszt című kötetének az írása közben fogalmazta meg azt, hogy a verssel való találkozás nem akkor az igazi feltétlenül, ha mi találjuk meg a verseket, hanem akkor, ha mi is, de a vers is megtalál bennünket. Ehhez viszont böngészni kell a verseket. Hát igen, de nem csak feltétlen kötetből, ami jó egy éjjeli menedéknek, amikor az ember, nekem is voltak éjszakáim, amikor egy vörös-boros üveg mellett, ami szépen kiürült reggelre, az ember végigolvasott egy fél Radnóti kötetet, és elgondolkodott azon, hogy abban mit írnak le. És akkor rájön, hogy amikor azt mondja az ember, hogy olykorban éltem én a földön, amikor az ember úgy leajasult, hogy az mit jelent számára. Vagy amikor azt mondja, hogy
nem tudhatom, hogy másnak-e tájék mit jelent. Nekem szülőhazám itt, rángok tőle lehet kis ország, messzeringó gyerekkora világ. És azt mondja, hogy a csókok íze számba, hol mész, hol áfonya, hogy ez bentről is jöhet, hogy ezt nem szavalni kell, hanem érezni. És ha érezni, akkor kinyilvánítani. Amit az érez az ember, azt merje kimondani. A költészet erről szól. Valaki megérzi, leírja, más meg kimeri mondani. Nekem volt olyan, hogy mondjam, nagyon pozitív fogadtatás volt, volt egy ügyvéd, egy 50 éves ügyvéd, aki azzal keresett meg néhány évvel ezelőtt, hogy menjek és találkozzak az ő barátnőjével, aki elhagyta őt az élettársával, és olyan jó lenne, hogyha a versekkel, mert ő nem tud verset mondani, és már minden eszköz bevetett, de tudja, hogy a párja szereti a verseket, és vissza lehetne hódítani. És elmentünk, és Hervai Gizella Levél helyett című versét, szabad versét mondtam el neki, ami nagyon érdekes, de pont arról szól, hogy hiába mondom a magam szavait, nem figyel oda. Kikapcsolja a telefon. Nekem meg kell tanulnom az ő nyelvét, hogy figyeljen rám. Tehát, hogy, és valóban ezt próbáltuk meg, és úgy tudom, hogy a pár összejött, és még 2 évig voltak együtt. Ami azt jelenti, hogy újabb lendületet adott egy olyan párkapcsolatnak, ami egyébként éppen elveszőben volt, de megint sikerült a költészettel valamit visszahozni. Tehát ha ezt az emberek felfedezik, akkor nincsen baj, a világ tovább tud menni. Tehát mondom még egyszer, ne féljünk a verstől, mint a tűztől, mert az nem arra való. Tehát a Kányádi Sándor mondja azt, hogy rajtad is áll, hogy verseink szirmokká nyílnak-e, vagy jól időzítve repesz darabokká. Hogy bánunk vele, hogy félünk tőle, hogy adjuk át másikra, mint a stafétát. Ez ettől függ. Jó, hogy kimondtad a párkapcsolatot és a párkeresést és a szerelmet. Könnyű volt ilyen szép versekkel úgymond csajozni? De nem tudom, mert nem nagyon próbáltam. Tehát, hogy akikkel együtt voltam az életem során, azok nyilván tudták azt, hogy én mit szeretek, meg hogy mit tudok. És nyilván azért szerettek, mert azt csináltam, amit szeretek csinálni, mert az vagyok, aki vagyok. De én verset igazán, hogy mondjam, úgy face to face, csak a feleségemnek mondtam elsőként, és azért utoljára, mert neki többször mondtam, mert az esküvőnkön a Tóth Árpádnak az esti sugárkosszorúját mondtam el neki meglepetésszerűen, addig nem nagyon volt erre példa, hogy én bárkinek verset mondjak, és az is ugye nyilvános egyedül lét volt, mint a versmondás alapvetően, tehát ugye ott ült azért már rajtunk kívül még 150 ember, és azt hiszem jó sikerült, hatott, nem mondta azt, hogy nem, tehát ilyen értelemben az egyik legszebb igen, az itt történt meg. Ugyanarról szól, amiről Hervai Gizella a Levél helyett című vers, amikor azt mondja, hogy el kéne felejteni a szeretlek szót, és akkor jó mindenről beszélni, hogy mondhatnám azt, hogy vonat, mert talán állomás mellett rakott, és évein át zakatolt a vonat, félelmet hozott, és sóvárgás távolítája felé, vagy mondhatnám azt, hogy cigaretta, mert talán kidobta a vonat ablakán át a cigarettát, amikor tisztulótüdővel robogott a szerelem felé, és a végén mégiscsak kimondja, hogy mégiscsak ennyi ponton szeretlek, és Tóth Árpád is ugyanezt mondja az esti sugárkoszorúban a végén, hogy körülhat a földi érzés, mennyire szeretlek. És én is csak ennyit tudtam neki mondani, de ez az érzés, ez a mai napig megmaradt, és én nagyon büszke vagyok rá, hogy ez nem csak a líra szárnyán, hanem nyilvánvalóan az életben is ugyanúgy. És őt hogy ismerted meg? Hát őt egy versrendezvény kapcsán, a Kaleidoszkóp Versfesztiválra jött dolgozni, akkor kerestünk filmes és rendezvényszervező munkatársokat, és ő bejelentkezett, és aztán én akkor a Viaszat 3-nak voltam az egyik vezetője, és szólt nekem az egyik kollégám, aki munkamániás, ugyanolyan workaholic volt, mint én, hogy jött egy nagyon helyes, nagyon szép hölgy hozzám, és kérdeztem, hogy mi, hogy néz ki, és elmondja, hogy néz ki. Mondom, jó, mert őt vártam, hogy akkor beszélgessünk, hogy milyen fajta munka is, hogy fölvegyük-e. És fölmentem, és megláttam, és abban a pillanatban tudtam, hogy ő lesz a feleségem. Tehát, és ez viccen kívül. Valószínűleg akkor se én hódítottam előtt, hanem ő engem, mert minden ő esetében így van, ezt tudjuk. De ettől függetlenül nekem ez az érzés azok megtörtént, megfogant. Amitől én nagyon szerencsésnek érzem magam. És hát ugye nagyon bevált a filmkészítés, televíziós műsorkészítés terén is. Mai napig együtt dolgozunk egyébként a projektjeinken, hétköznapokban is, és természetesen hétvégén is. Viszonylag kevés szabadidőnk van, amit ő sérelmez és joggal sérelmez, ezen próbálok majd valamelyest változtatni a közeljövőben, hogy azért legyen tényleg olyan fajta családi életünk, ami, hogy mondjam, kizökkent a munka hétköznapi világából, ami nehéz, mert 24 órában 18-at tényleg ezzel tölt el az ember. És hát afelé is kacsingatni, hogy tudjunk kirándulgatni, szabadideje legyen az embernek, csak nekem a szabadidőmben is az működik, amit nagyon szeretek a munka, és ez így nehéz. Igen, hát azt azért meg tudom erősíteni, hogy amikor te lejössz Nyíregyházára, vagy ide jössz Nyíregyházára, és hát ugye most benne vagyunk egy közös projektben, én géppel, te hanggal,
És hát akkor is azt látom, hogy a füled állóg a telefon. És amikor próbáltuk leegyeztetni ezt a beszélgetést, vagy leegyeztetni ezt a kis kerekasztal beszélgetést, ami négyszögletűre sikeredett, akkor azt mondtad nekem, hogy várj egy picit, hívnak, mindjárt visszajövök, és füledhez ragadt a telefon. Hát ez gyakran előfordul. Ez állandóan így van. Sajnos tudod mondani olyan példát, nem jó példa. Bújtar István Film Fesztivált szerveztük, a feleségemmel egy Kaleidoszkóp Vers Fesztivál kapcsán ismerkedtünk meg. Most éppen az elmúlt évben a Bújtar István Film Fesztivált szerveztük, amikor próbáltuk egy családi nyaralást valamilyen módon megoldani, és mindössze 3 napról volt szó Horvátországban, és egész egyszerűen tényleg 2 percen nem volt. Tehát, hogy kocintani nem tudtunk normálisan, mert egyfolytában a szervezés. Igen, a grafikai stúdió, ilyen lesz az arc, jó rendben, készen vannak-e a molinók, megvannak-e a technikai eszközök, közönségszervezés hol tart, a filmeknek a jogdíjai rendben vannak-e, sikerült a film alapban konzult, ez ment egyfolytában. Miközben nyilván nem azért ment el Horvátországba az ember, hogy pihenjen, vagy hogy dolgozzon, hanem hogy pihenjen. És nem verte ki nála így köznek. De mindig kiveri a biztosítékot, és igaza is van, és nem tudom, elég tart még a türelme, ezért fog most változtatni ezen, hogy ez ne így történjen. Sokszor megfogadtam már, de most szentül, és ez egy kicsit más. Igen, hát vele ugye a 1,5 évvel ezelőtt decemberben találkoztam, ugye egy öltözőn volt, mondjuk igen. Úgy. És igen. Mármint nem vele, hanem veled, de ő csak ott volt. Azt hittem, már újdonságot fogsz mondani. Nem. Abszolút veled volt az öltözés, akkor ő az előadás végén ugye bejött, és akkor beszélgettünk párszor. Nagyon kedves és nagyon tündéri, úgyhogy vigyázz rá, Imi. Egyelőre ő vigyázz rám, de borítva is fog működni a dolog. És te hogy szoktál pihenni, kikapcsolódni? Azt látom, hogy nem sok időd van, de ha mégis. Alszom. Tehát az alvás az, ami fel tud tölteni valamelyest, tehát az történik, hogy éjszaka nagyjából 4-4,5 órákat alszom, 5 órában már rendben vagyok, tehát az már ki vagyok békülve, egyébként pedig nagyon szeretünk utazni, tehát én fellépési, meg különböző televíziós ügyekből, meg konferenciából kifolyólag is, mert több 20 alkalommal voltam Amerikában, 17-szer voltunk Szakmai Okokból, a Szakmai Okokban nem szerepelt mondjuk például a nászutunk, de akkor is megejtettem fellépést, tehát hogy ezeket kéne ugye kiiktatni közben belőle. A lényeg az, hogy az utazás az, ami segít, meg amit szeretek, de amellett természetesen az együtt töltött idő bármilyen formán jó tud lenni. Elég, hogyha a kiskutyám meg a feleségem ott van, vagy családban el tud jönni, akár ide Nyíregyháza, vagy hozzánk János Somorjára, vagy csak hozzánk el tud valaki jönni, már az is nagyon jó, de a kettesben együtt vagyunk, az is tökéletes. Tehát igazából egy mozi, egy színház, vagy bármi is kapcsol. De ugye, mivel hogy egyfolytában a színház, a költészet, az irodalom és a film, meg a televízió körül forog mindenünk, meg a rendezvények körül, ezért annyira nem vágyok már másik alkalommal is még ilyen helyekre, mert akkor az ugyanaz, amit én csinálok. Jó, említetted az USA-t, Amerikai Igen. Egyesült Államokat. Mondjuk úgy, hogy lassan már hazajársz, és leginkább fellépni, mert hívnak, szeretettel mész oda, és énekelsz nekik, szavalsz, minden. Hogy kezdődött? Annak idején Király Lindával forgattunk egy olyan filmet, ami az ő karrierjét próbálta bemutatni, tehát hogy hova járkál, mit csinál, milyen stúdióban, milyen fajta dalokat vesznek föl, akár itt Európában, akár Amerikában. És aztán Amerikában így jutottam ki, még akkor a TV2-nél dolgoztam, ebből készült Aktív, Magellán, Napló, mindenfajta anyag, és amikor ezek elkészültek, akkor folyamatosan követtem az ő életét figyelemmel. És aztán eljutottunk egy olyan pontra, amikor már nem csak ő volt fontos, hanem az Amerikában megismert dolgok elkezdtek érdekelni, így aztán szerte ágazóan utaztam mindenhova, és készítettem különböző riportokat, interjúkat, filmeket. És aztán utána elkezdtem előadó művészként is tevékenykedni kint, tehát amikor kimentem, magyar közösségben elsősorban, de volt, hogy félig amerikai, félig magyar közösségeben mutattam meg azt, hogy mi a költészetnek számomra versszínház, mint olyan. És hát voltak ebben október 23-i estektől elkezdve a saját előadó esélyemig, vagy éppen verskoncerttől kezdve bármi. És mind Kanadát, mind az Egyesült Államokat jó részt teljes mértékben bejártam. Tehát volt olyan állam, nem tudom, 13-14 állomásos turné, hogy 30 nap alatt jártuk ezt le, és 15 ezer mérföldet mentünk végig. Tehát, hogy ezek elképesztő távolságok voltak. Nagyon jók voltak, mert nagyon, nagyon, nagyon jó közönséggel találkozott itt az ember. Mondtad ezt a hol amerikai, hol magyar anyanyelvű közönség. Hogy értették ők ezt meg? Magyarul szólt a versek magyarul szóltak, hangzottak el, vagy éppen angolul szavaltál, mert jól beszélsz angolul is. Így van, alapvetően ugye ezek a versek magyarul szólalnak meg, de vannak olyan közegek, vagy olyan részek, amikor angolul is lehet beszélni dolgokról.
főként akkor, amikor angol költészetet ültetünk banyarba, mi fordítás révén vagy fordítva. De az amerikaiak akkor is megértették, hogy miről szóltak a versek, amikor éppen nem mondtam el magyarul, vagy nem mondtam el angolul nekik, hiszen a dallamisága, a dramaturgia és a tolmácsolási módja az alapvetően meghatároz hangulatokat. Tehát nagyon érdekes volt azzal találkozni, hogy ők mit mondanak, hogy számukra mit mondtam el egy-egy magyar versen. Tehát ezek érdekes találkozások voltak. Ráne akkor, amikor azt vettem észre, hogy van egy 600 fős hol, egy hatalmas nagy csarnok, és költészetnek vagy versmondásnak hatalmas csarnok, és játszunk egy előadást, és egyszer csak azt veszem észre, hogy vannak ugyan elszállingózó emberek, majd a végén kiderül, hogy főként magyarokból voltak, akik elszállingóztak, akik azt hitték, hogy a klasszikus egyébként kint nagyon menő operett, vagy nem tudom, műdal slágereket fogjuk előadni, és aztán, amikor kiderül, hogy szintiszta költészet, akkor nem mindenkinek tetszett, viszont akik bennmaradtak, tehát mondjuk 600 emberből bennmaradt 500, akkor azt mondom, hogy sikeres volt, és hogy tudtunk újat vinni, és akik mondjuk 50-60 évvel ezelőtt elmentek Magyarországról, de azok is, akik már harmad generációsok is ott születtek, ők nem fogják ismerni mondjuk az elmúlt 30-40 év irodalmát. Tehát, hogyha abból át tudunk adni, és meg tudjuk azt mutatni, hogy egyébként most is éllovasai vagyunk a költészetnek, Európa és világszínvonal tekintetében is, akkor már megérte, mert olyat vittünk el nekik, ami nem ugyanaz, mint amit ők 60 évvel vagy 80 évvel ezelőtt itt kaphattak Magyarországon. És ezt látni és megérzékelni is nagyon jó érzés volt. Egy gondolat, ami most így szöget ütött a fejemben, és ezt ki is mondtad, hogy azért a versben, meg a költészetben még mindig élen járunk. Uh-huh. Mindig példával tudunk szolgálni mind Nyugat-Európának, mind Kelet-Európának, illetve az óceánon túli közegeknek is. És szerinted miért van az, hogy nem igazán megy a nyugati világban, hívjuk őket nyugati világnak a költészet? Ez azért nem egészen igaz. Tehát mondjuk, hogyha arra gondolok, hogy Franciaországban, vagy Nagy-Britanniában, Angliában milyen fajta költői eszközök léteznek, vagy milyen hagyománya, tradíciója van a költészetnek, a Bómásétól elkezdve, vagy Németország például. Szóval nagyon-nagyon nagy hagyománya és óriási gazdagsága van. Az orosz költészetnek szintén, tehát ott se kell nagyon messzire menni, hogy mondjuk nem kell feltétlenül Puskinig is elkarolni, vagy elnyújtózkodni, hogy lássuk azt, hogy milyen. Szerintem nagyon-nagyon gazdag költészetek léteznek, még akkor is, hogyha nem feltétlenül ismerik ezeket itthon. De az biztos, hogy a magyar költészet nem csak a, hogy úgy mondjam, a tematikájában nagyon gazdag, hanem a forma világában is, ez pedig az anyanyelvből adódik, tehát hogy a fajta magyar nyelvi gazdagság van, ami szinte páratlan a világon, nem véletlenül az egyik legnehezebb nyelv ugye megtanulni a magyart idegenként, de az egyik legszebb csengésű is egyben. Tehát mondjuk, ha szinonimákat keresünk, milyen fajta különböző hasonló kifejezések, vagy más kifejezések van a hasonló dolgoknak a megmutatására, a prezentálására, vagy azt nézzük meg, hogy mennyire tágértelemben is, mennyire furcsán és sokszínűen lehet pejoratíve kifejezni dolgokat, tehát ha adott esetben egy indulatot akarunk elmondani, akár pozitív, akár negatív értelemben, az hány fajta módozatban valósulhat meg, és ezt költészetben hogyan tudják megfogalmazni, akkor az a nyelv és a versvilág, ami nem feltétlenül arról szól, hogy rím és ritmus legyen benne, ez nagyon fontos leszögezni. Szóval, hogy a profi megfogalmazás, művészi megfogalmazás hol találkozik az anyanyelven, akkor talán abban azt lehet mondani, hogy a magyarok a legjobbak szerintem a világon. Ebben nyilvánvalóan benne van az elfogultságom, de az biztos, hogy a világ élvonalában vagyunk a költészet szempontjából. És ugye azt hozzá kell tenni, a versmondás az valódi hungarikum, mert a versmondást, mint önálló műfaj, sehol nem művelik a világon. Ha megnézzük, hogy Angliában vagy Amerikában például ugye ezek a úgynevezett előadó estek, azok kvázi ugye vers tolmácsolások, vagy éppen saját versenek a szabad megfogalmazása, stand poetry, vagy bármifajta komédia est, akkor ezek azért nem ugyanaz abból fakadnak, mint amit a magyarok csinálnak. Tehát, hogy egy versben egy egész színházi előadást le lehet játszani egymagad, hogyha akarsz, hasonló eszköztárral. Ugyanakkor mondjuk, ha megnézed a szláv országokat, és ott például akár Oroszországban, Bulgáriában, Szlovákiában, mind úgy mutatja meg a verset, és úgy tolmácsolja, hogy a lehető legszíntelenebb módon, kvázi technikai eszközök nélkül, tehát eszköztelenül felolvassa, vagy recitálja szinte a verset. Én hallgattam egyébként még Angliában, ugye Shakespeare szülőházánál vissza lehet hallgatni évtizedekre visszamenően a magnó vagy hangfelvételeket, hogy ki hogyan mondta az adott korban a verset, és mind ugyanolyan.
Tehát amikor elkezd mondja, és nem érzed benne a színeket, nincsenek érzelmi reakciók, nincs az, ami meg tudja fogni az embert. Na ebben Magyarország az egyetlen kivétel. Miközben mondjuk a versszínház, ami egyébként új keletű műfaj, amikor nem arról szól a fáma, hogy valaki odáll a színpadon és elmond egy verset, hanem arról, hogy hogyan lehet verseket, és ebben megint csak egyedülálló a költészet minden más művészeti ággal szemben, hogy hogyan lehet költőket meg verseket évszázadokból is egymás mellé tenni úgy, hogy azok egymásra reflektáljanak. De próbálj meg egymás mellé tenni mondjuk egy mai kortárs művészt, egy Picasso-t, vagy mondjuk egy Munkácsy Mihályt, hogy nem fog az egymás mellett kinézni? Nem fog kinézni. Vagy abszolút, vagy hogy tudsz egyébként egy, nem tudom, egy diszkót, meg egy balettet összevegyíteni úgy, hogy az egyébként jól nézzen. Nagyon-nagyon jazz nehéz. Balettnek hívják. Jó, az egy más, igen, egy más műfaj, de hogy alapvetően ez nem tud így működni semmiben. És ez a költészetben, a versszínházban működik, és olyan fajta dramaturgiát lehet összeállítani belőle, ami tényleg azt lehet mondani, hogy az ember nem tud jobbat elképzelni, és hogy meg tudja érezni ezt. Amikor én New Yorkban, Los Angelesben másfél órán keresztül egymagam csináltam előadóesteket, és kinti 18-20 éves gyerekek, mert gyerekek odajöttek hozzá, és azt mondták, hogy úristen, nem gondolták, hogy milyen jó. És még cigizni sem mentek, kimondták ők. De milyen jó, hogy akkor erre mennyi, hogy valamennyire tisztult a titüdőtök is, és ilyenfajta tisztult a költészet felé robogtatok. És akkor mennyire jó volt az, hogy másfél órát tudtak így végülni. Tehát, hogy ez elképesztően nagyon sok mindenre kell figyelni, olyan impulzus érje őket, meg olyan fajta közeg legyen, ami a 21. században számukra is elfogadható, de hogy lehet a költészetnek, meg a versszínháznak, a versmondásnak mai nyelve, és hogy Magyarországon mondom, ez éllovasa tud lenni a világnak. Tényleg nagyon kevés színész van, aki nagyon jól tud verset mondani, és nagyon kevés olyan ember van, aki ezt ugye magáról, hogy jól tud. Tehát ez egy nagyon furcsa dolog, de akik jól tudnak, azok tényleg jól tudnak. És nem feltétlenül arról szól, amit sokan azt mondják, hogy na, szavalás, nem. A szavalás a versmondás egyik formája, amikor az ember egy adott közegnek úgy mond el, amiben pont az a lényege, amit egy proklamációt úgy nyilvánít ki, hogy búzdítson embereket. Az a szavalás, amikor mesterkértem, amit megcsinál, de ütnie kell más 10 000 embernek tömeg előtt verset mondani, és szavalni kvázi, és megint más egy 10 fős közönségnek egy lírai dolgot úgy átadni, hogy ez közben őket megérintse. Azt nem lehet ugyanúgy csinálni. Tehát, és ez nem a mikrofon kérdése, az erősítés kérdése. Tehát azért mondom, hogy ezek ilyen dolgok, de el kell jutni oda, hogy az ember lásson ilyet is, meg olyat is, hogy levegyen kötetet, de hallgasson is verset, és nézzen is verset. Vagy filmen, vagy zenében, vagy színházban, vagy egy előadóeste, vagy egy költészeti találkozó, egy fesztiválon, bárhol. Erre jut az ilyen alkalmak, vagy hangos könyvformájában. Így a beszélgetés vége fel nekem szoktak lenni kérdéseim, igen meglepő módon, hogy van-e olyan terület, amire mondjuk szívesen elutaznál, olyan hely, ami benne van az álmok és a vágyak között, csak még nem jártál? Vagy együtt nem jártatok? Sok ilyen hely van. A világ legtávolabbi pontjain voltam már, de nem voltam például még Dél-Afrikában, igen érdekelne. Klasszikus helyek is vannak, ahova nem, mert Dél-Amerikában sem voltam még, mexikói jutottam, Dél-Amerikában nem voltam még. Elmentem Ausztráliáig, meg voltam már Maláziában, de nem voltam például Szingapurban, ami például nagyon szép. Szeretnék Sri Lankára, a most történtek ellenére nagyon-nagyon szeretnék elmenni és megnézni, hogyan néz ki. Madagaszkár. Hát meg rengeteg olyan hely van. Én nagyon Seychelles-szigetek, nem voltam még ott. Tehát én nagyon szeretem az olyan helyeket, ahol az ember úgy tud megmozdulni, hogy autentikus életet tud folytatni, tehát azt az ételt fogom enni, amit az ottani emberek esznek, azt a fajta színházat fogom nézni, amit ők néznek, olyan ruhákat fogok megnézni és találmással, amit egyébként ők szoktak, olyan kegyhelyeket én látogatok meg, amiket ők látogatnak, tehát hogy magyarul asszimilálódjak. Ezt kevesen csinálják, annak semmi értelme nincs, hogy elmenjek egy olyan turista paradicsomba, amiben Horvátország ugyanolyan, mint mondjuk a Bahamák. Annak nincsen értelme. Annak van értem, a különböző dolgokat érzek, kóstolok és gondolok át, hogy azt tud gazdagítani. Egyet. Na mit? Szíriát. Szíria is egy érdekes dolog, mellette, hogy Jordániában voltam, de Szíria, ugye most a szétlőtt Szíriában, ugye nem voltam, tudom, hogy te voltál. Nem voltam még a szétlőtt Szíriában, viszont voltam a nem szétlőtt Szíriában, tehát amikor még egyben volt. Damaszkusz rettentően szép. Tényleg szép. És az emberek is. És ott tényleg meg lehet azt csinálni, hogyha magyar vagy, mert az amerikaiakat annyira nem csípik, ezt bevallották, de ha az ember magyar, akkor megnyílnak az ajtók, és akár családhoz is be lehet menni, és ugyanúgy vendégül látnak, mint mondjuk én téged, vagy te engem. Barátként kezelnek, sőt ruhát adnak, minden van. Tehát az érdemes egyszer. Bajt, hogyha most azt hallottam, hogy kezdik már helyre rakni ott a dolgokat, tehát
előbb-utóbb visszaépítik a lelőtt... Legyen így, szurkolok neki, mert nem ezt érdemlik, ami van velük. Nem, és nagyon szép. Feleségednek van-e kedvenc helye? Igen, neki két kedvenc helye van, az egyik Skandinávia, a másik pedig Svájc. Mindkét helyen voltunk már, és menjünk, tervezünk is visszamenni többször. Őt vonzzák, és egyébként engem is tehát a természet, a táj közeliség. Tehát amikor a hegy és a völgy egyben van, ami azt jelenti, hogy én a melegben vagyok, de látom a havas hegycsúcsot, az például gyönyörű. Amikor nincs körülötted ember, éppen nagyon szeretek néha emberek nélkül mozogni, mert hogy egyfolytában emberek között mozgok, és néha nagyon jó a csend. Amiről Adam is annak óta tudjuk, hogy a csend, ha a csend beszélni tud, a 4 milliárd hangot szól, és ez a 4 milliárd hangot, ami akkor még 4 milliárd volt, mint az ember, 4 milliárdos ember sereg a Földön, szóval ezt jó néha mellőzni, és csak a magam hangjára, vagy az én társam hangjára figyelni. Szóval, hogy ő neki ez a kedvenc, két kedvenc helye, de alapvetően mindig mindenhova együtt utazunk, mert nagyon ritka az, hogy fellépés miatt mondjuk el kell menni, és akkor mondjuk nem tud velem jönni, én vele szeretnék mindent bejárni, amit lehet, mert mi a fene értelme van, hogyha nem tudom valaki megosztani. Ez nyilvánvaló, ez természetes, és ez érthető is. Akkor most jönnek azok a kérdések, amelyek általában... Klasszik kérdések? Klasszik kérdések, hogy mi lenne, hogyha... Nyakadba szakadna a bank, és azt mondanák, nagyon örülnék neki. Azt mondanák, hogy Imi, itt a pénz, azt csinálsz, amit akarsz, mi az, amit megvalósítanál? Nem tudom, mert igazából mindenem megvan. Tehát nem nagyon, maximum, tehát jobbítanék a világon, az emberek gondolkodásmódján próbálnék változtatni, hogy figyeljünk egymásra, ahogy Karinti Frigyes mondta, és hogy jól érezzük magunkat egymás között is. Hogy ne kegyetlenkedjünk, hogy ne az legyen a legfontosabb, hogy itt hogyan tudunk bántani, meg akár szavakkal is, meg eltávolítani magunktól, vagy közönösek ne legyünk, hogy empatikussá váljunk, hogy segítsünk, amikor kell, akkor is, amikor nem kell. Mert csak egy jó gesztus kell, vagy egy jó szó, vagy egy mosoly, hogy az emberek életét szebbé tegyük, és ha egymásét szebbé tudjuk tenni, akkor mi kell más. Ez egyébként nekem nagyon hiányzik itt. Tehát ez nagyon sok évig megvan, de itt nincsen. Nagyon sok ember fákult, megfáradt, mások meg bár boldognak érzik magukat, de törtetőek is nem látják a másik embert lenne. Szóval, hogy ez nekem nagyon hiányzik itt. Én valószínűleg erre fordítanék még több pénzt, még több energiát lenne. Tehát, mert mondom, magamnak minden megvan. Én abban nem nagyon keresek már olyan dolgot, ami még az én életemet gazdagabbá teszi, a családom azt teszi gazdagabbá, meg az irodalom, meg a színház. De ha lenne pénzem arra, hogy másoknak a gondolkodásmódját megváltoztassa, fogalma sincs, hogy pénze arra lehet fordítani igazából, hogy őket elvigyen máshol, kiszakítsam a saját közegükből, hogy higgyék el, hogy van másmilyen is. De ez egyébként olyan, mint aki mély szegénységben él. Én rengeteget járom az országot, mert sok olyan Európai Uniós projektünk van, amiben oktatási, kulturális, meg egyéb művészeti szempontból megpróbálunk újat mutatni azoknak az embereknek, akik egyébként soha nem mozdultak ki a saját településükről. Mert nincs rá lehetőség. A lehetőséget pénzben értem természetesen. Tehát akkor valakinek az a legnagyobb vágy, hogy Kazincbarcikára elmenjen mondjuk, nem tudom, Orvosbányáról, vagy Rudabányáról, ami 15-16 kilométerre van tőlük, akkor az ember szíve szakad meg. Amikor semmi más nem szeret, csak egy palacsintát megenni. Tehát hogy érezzük azt, hogy ez miről szól. Tehát amikor azt mondjuk, persze egy csomó ember jól él, meg a maga közegében jól él, de közben soha nem látta, hogy máshogy él hozzá képest. És hogy milyen lehetőségei vannak. Van egy beszélgetem egy kisfiúval. A kisfiú 9 éves volt, aki elmondta, hogy neki két apukája van. Az egyik apukája az, aki ugye a valódi apja volt, a természetes apja, az egyébként egy villanyszerelő, és olyan bírja őt, és a mostani apukája az meg alapvetően sportoló, és ő azt szeretné, neki legyen egy diplomája, és amely sportoló, nem tart örökké, ezt látja a mostani apukájából is, viszont nagyon jó pénzt hozhat, és hát egy csomó mindenkit meg tud tanítani közben, de utána azért meg kéne élni. Egy 9 éves gyerek mondja ezt, erre próbál figyelni, miközben azt mondja, hogy ő a 6 éveseknek, a mostani elsősöknek az általános iskolába az edzője. Szóval, hogy és közben arra kell buzdítanom, hogy egyen már két kanállal a leveséből, és ne csak mondja, és próbálj bemutatni azt, hogy valamit ér a világban. Ez engem feldob, de ezer közül egy ilyen gyerek van. A többi azt tudja, hogy ő egyébként jól él. Miért? Ja, ő szegény. Ő nem is tudta, hogy ő szegény, miközben nincs mit enni. Szóval ez a döbbenet ebben, hogy hazamegy hétvégén, és ott már nem tud mit enni. Szóval megmutassuk az emberednek, hogy van kiút, a kiút az ő kezükben van. Tehát ugye nagyon fontos mondás, hogy az embereket horgászni kell megtanítani, és nem halat adni nekik. Mert akkor tud vele élni.
hogy mozduljon ki, lásson csodát, és higgyel, hogy nem csak az van, ami az ő településén, vagy az iskolájában, mikrokörnyezetében, vagy a másik városban, vagy a másik országban van, hogy lásson globálisan mintákat. Mert a világ ettől működik, ha van sokszínűség, és egymástól a jót, a jó gyakorlatot át tudjuk venni. Szóval, hogyha lenne pénzem, én mindenkit kimozdítanék, hogy menjen, és nézzen szét. És lássa meg, hogy miben él, és hogy mit tudna másképp csinálni ahhoz, hogy jobban éljen. Hát ezzel a szép gondolatokkal búcsúzunk mára. Örülök, hogy itt voltál, és reméljük, hogy hallunk még rólad, hogy lesz egy Luther Imre által rendezett film, illetve valami olyan nagyszerű dolog, akkor úgy is jövünk, bemutatjuk, beszélgetünk, én visszavárlak még ide hozzám. Nagyon szépen köszönöm, élek majd a lehetőséget, köszönöm a meghívást. Én köszönöm, hogy eljöttél. Kedves nézőink, mára búcsúzunk, ne felejtjék, a Continent Wine & Café várja önöket, akár melanzsal, akár pannakottával, vagy ebéddel, térjenek be, lássák önöket szeretettel, viszontlátásra, viszonthallásra.